Hőterjedés bemutatása. Felhasznált eszközök két gyártja, jég és egy fahasáv. Nézzük meg, hogy mit látunk, mit tapasztalunk. Látható egyszer-egyszer, hogy kikiliben a gyertya lángja. Ugye nézzük, mi történik. Tehát a jég olvad, ugye ezáltal a hűti a körülötte lévő levegőt, ott a jég körül a levegő hőmérséklete hűl, ez lefelé áramlik. A gyertya körül a hőmérséklet, a levegő hőmérséklete növekszik, ez ugye felfelé áramlik, és egy ilyen légáramlatot hoz létre a gyertya és a jég között, és ez löki ennyire szembetűnően állandóan ugye a gyertya lángját. Tehát ez a légáramlat így jön létre, hogy a hideg levegő lefelé áramlik, a meleg levegő pedig felfelé.